Márk evangéliumának a 4. fejezetében Jézus sok példázatban tanította az ő tanítványait, az ő barátait, az apostolokat. És a 33. bekezdéstől azt olvashatjuk, hogy sok ilyen példázatban hirdeti vala nékik az igét, az életnek az igét, az élet logoszát, az életnek az értelmét, a lényegét. Sok példázatban hirdette. Úgy, amint megérthetik vala. Úgy hirdette az igét, azért használta a példázatokat, a képes beszédet, a nyelveken szólást. Mert mi volt Jézusnak a nyelveken szólása? A példabeszédek, nem hallottunk olyant, hogy Jézus halandzsázott. Ilyenről nem beszél az írás egyáltalán. Jézus azt mondta, hogy őt kövessük, hogy azt cselekedjük, amit ő is cselekedett. Csináljunk úgy, mint ahogy ő végezte a dolgot, Istennek a dolgait. Tehát az volt az ő nyelveken szólása, hogy példázatokban képes beszéddel tanította az embereket, az igazság keresőket, az igazság szeretőket úgy, amint megérthetik vala. Ezt mondja az írás. Tehát azért használta ő a példabeszédeket, hogy megértsék minél jobban, hogy miről szól Isten országa, Istennek a terve, az életnek a tervrajza, az ige, a logosz. Ezért használta ő a példabeszédeket. Utána meg az mondatik a 34. bekezdésben, hogy példázat nélkül pedig nem szól valanékik. Maguk közt azonban a tanítványoknak mindent megmagyaráz vala. Erre Pál is felhívja a figyelmet, hogyha valaki nyelveken szól, képes beszéddel szól, nem halandzsa nyelven, drága barátaim, hanem képes beszéddel szól, képekben, metaforikusan, művészi jelzőkkel fejezi ki a mondandóját, a proféciát, a profétálást, mint ahogy Jézus is tette a példabeszédekben, akkor azt valaki magyarázza meg. Legyen valaki ott a mellette, aki ezt érti, és meg is magyarázza. Pál is felhívja erre a figyelmet. És Jézus is elmagyarázott mindent, amit nem értettek az apostoloknak, azoknak, akik igazán éhezték és szomjozták az igazságot. Tehát a lényeg az, hogy Jézus mindent példázatokban mondott, képes beszéddel mondott, és mindent elmagyarázott az apostoloknak. Azért használta a képes beszédet, a példabeszédeket, hogy megértsék. Nem azért beszélt a talentumokról, mert ő arra akart minket biztatni, hogy használjunk pénzt, dolgozzunk pénzért, hanem azért, mert az közel volt az emberekhez, az emberek nyelvén szólt, felhasználta még a pénzt is, hogy a pénznek a segítségével olyan tanításokat juttasson be az emberek elméjébe, amelyek szükségesek ahhoz, hogy valaki meglássa Isten országát. Tehát Jézus képes beszédekkel szólt, példabeszédekkel, és csak példabeszédekkel szólt. És utána meg megmagyarázta az embereknek. Ebben a videóban egy nagyon népszerű jelenségre szeretném felhívni a figyelmet, és annak a helyes értelmezésére. Megmondatott Jóel próféta által, és Jézus idézte Jóel prófétát. Tehát Jézus megerősítette azt, amit megmondatott Jóel próféta által, ugyanis Jóel próféta is Istentől szólott. És Jézus azt mondta, hogy igaz, amit Jóel próféta mondott, hogy az utolsó időkben a Isten gyermekei, a ti gyermekeiteket látásokat látnak, álmokat látnak, álmokat álmodnak. Úgymond képekben kapnak jelzéseket arról, ami jön a világra, ami jönni fog, és ami történik. És mindezt azért, hogy az Úristen felhívja az emberek figyelmét arra, hogy a kegyelem és az idő, egész pontosan a kegyelmi idő véges, az el fog fogyni, mindenkitől el fog fogyni a kegyelmi idő. Ma van, holnap nem biztos. Senki nem tudhatja,
hogy a következő órában fog elétezni, nem hogy a következő napban, a következő hónapban, a következő évben, hanem az, hogy a következő órában, hogy ma este, hogyha lefekszik, akkor reggel lesz, aki felkeljen, vagy sem. És az Úristen mindenkinek megpróbálja felhívni a figyelmét, főképp az igazságkeresőknek, arra, hogy a kegyelem el fog fogyni. A kegyelem az nem olyan, hogy azt nem lehet elveszíteni. Sokan úgy élnek, hogy azt gondolják, hogy örök élni fognak. Tehát meg sem fordul a fejükben, hogy nem biztos, hogy holnap élni fognak, a következő órában létezni fognak. A kegyelem el fog fogyni. És ezért ugye az Úristen ad jelzéseket különböző formában, látásokban, látomásokban, álmokban, kinek hogy. És ez a dolog teljesen természetes, ugye ezt megígérte Isten Jóel próféta által, Jézus által megerősítette, és most, akik ismerik valamennyire az igét, ugye a teremtésnek a tervrajzát, az élet igéjét, tudják és látják, hogy ez történik, ők is kapnak látásokat, álmokat arra vonatkozóan, hogy mi történik a világban, mi megy végben a világban, mi fog történni. És abból nyilván ők tudnak meríteni, tudnak táplálkozni, tudnak erőt meríteni, bátorságot meríteni, vigasztalást meríteni. Viszont én ebben a videóban fel szeretném hívni a figyelmet arra, hogy a világban vannak nagyon kemény, nagyon komoly visszaélések a látásokkal és az álmokkal. Tehát, mint mindent, mint a Bibliát is, az álmokat is, a látásokat is, úgymond a megtévesztés erői felhasználják arra, hogy az embereket továbbra is a hazugságban tartsák, hogy megkötözzék őket, hogy ne mutassák meg, ne hirdessék Isten igazságait. Tehát, mint mondtam, teljesen természetes az, hogy a gyermekek, ugye, a felnőttek, az idősek álmokat látnak, látásokat látnak, de viszont lehetnek visszaélések. És mi a visszaélés az álmokat és látásokat illetően, drága barátaim? Mit nevezhetünk visszaélésnek? Azt, amikor az emberek, amikor a vallási felekezetek, a szervezetek, az emberi erőkötések, az emberi, mondjam azt, elgondolások felhasználják az álmokat és a látásokat arra, hogy az embertársaikat továbbra is a babonákban tartsák, a sötétségben tartsák, a szellemi meddőségben tartsák. Azért olvastam fel a Márk evangéliumából azt, hogy Jézus példabeszédek nélkül nem mondott semmit. Mik a példabeszédek, drága barátaim? A példabeszédek azok képes beszédek. Képekben, metaforikusan rávilágít a költő, vagy a tanító a lényegre. Drága barátaim, az álmokkal is ugyanezt történik. A látásokkal is ugyanezt történik. Igen, vannak olyan személyek, akik angyalokat látnak. Látnak ilyen különböző víziókat. Tehát látnak ilyen különböző víziókat, ugye, akár fényes nappal is, nem csupán álomban. Látnak különböző ilyen szellemi lényeket, angyalokat, különböző harcokat, látnak tüzet, meg mindent. És nagyon sokszor az emberek ezt szó szerint veszik. Szó szerint veszik. És elkezdenek rettegni az ördögtől, meg a tűztől, meg a háborútól, meg mindentől. De ez nem helyes. Nem helyes. A képes beszéd, a képek, amiket kap az ember, nem arra van, hogy az ember azt szó szerint vegye, úgy vegye, hogy,
hogy jön az angyal, nagy kardjával ottan röpködnek, mindenfelé kardoznak egymással, egyik angyal kergeti a másikot. Ez mind babonaság, hazugság, drága barátaim. De viszont mégis azt tapasztaljuk, hogy igenis elég sokan kapnak látásokat, álmokat arra vonatkozóan, ami történik a valóságban. De nem szabad elfelejtsük, hogy a valóság, az igazság, az ige, az életnek a lényege mindig a képek mögött van, a képeken túl van. Azért mondatott Jézusról, hogy példázat nélkül nem szólott vala, mert ő tudta, hogy az igazságot, Istennek az igazságát, az élet igazságát, az élet tervrajzát lehetetlen emberi szavakkal kifejezni, nem lehet emberi szavakba szőnni. És ezért használt ő is képeket. A fizikai, elbukott fizikai valóságból vett képeket, példázatokat, azért, hogy szemléltesse velünk a valóságot, ami van, amiről szól az élet. És az álmok, meg a képek, amiket sokan látnak álmokban, ugye, látomásokban, azok is ilyen képek, úgymond ilyen példabeszédek, példázatok, amelyeken keresztül az Úristen rávilágít a lényegre. Arra, hogy igenis vannak szellemi harcok. Vannak szellemi harcok, amikor a sötétség, nem is azt mondom, hogy hazugság, inkább azt mondom, hogy a sötétség, a tudatlanság erői neki feszülnek az igazság erőinek. És megpróbálják azt elpusztítani, úgymond, ellehetetleníteni, mint ahogy megtörtént ez Jézussal is. De ezt sokan úgy értelmezik, hogy jaj, jönnek a démonok, röpködnek ott össze-vissza a levegőben mindenfelé. És hogy jaj, hogy megtámadtak a démonok. Drága barátaim, nagyon könnyen bele lehet csúszni a babonákba, a mesékbe. Hogyha az ember az álmokat, a látásokat, amiket kap Isten kegyelméből, hangsúlyozom, Isten kegyelméből, tehát Isten lehetővé teszi számunkra az álmokat, a képeket, amiket kapunk álmainkban, látomásokban, megengedi azokat, hogy azokon keresztül ráérezzünk, rátapintsunk a lényegre. Itt nem arról van szó, hogy két szellemi lény, két angyalattal kardozgatnak egymással, konkrétan, hanem arról van szó, hogy a földhöz ragadtság erői, a földhöz ragadtságnak a tanai, doktrinái, hazugságai megpróbálják az igazságot ellehetetleníteni. És aki ráérzett arra az igazságra, aki megkapta azt az igazságot, amelyről Krisztus bizonságot tett az életével, annak sajnos szembe kell néznie avval az egyszerű ténnyel, hogy senki nem nézi jó szemmel azt, hogy ő már nem hisz az elbukott fizikai világban. Abban a világban, ahol az emberek gürcölnek, hogy megszerezzék a mindennapi betevő falatot, és ahol az emberek egymást utánozva beleragadnak az anyagba, építenek folyton valamit. Építik az illúziót, a hazugságot, a mulandóságot építik. Mert az a helyzet, hogy aki megismerte az igazságot, igenis szembe kell nézzen azzal, hogy az igazság nem népszerű, az igazság nem tömegszerű. Az igazság nem egy olyan dolog, aminek a hatalmas stadionban lehet tapsolni, ujongani. Mert Jézus megmondta, hogy az igazságot nagyon kevesen fogják megismerni, megérteni. A legtöbben a széles úton maradnak, és haladnak tovább a széles kapu felé, ugye a kározat felé. Az igazság nem olyan népszerű. És ezért azt a néhány embert, azt a keveset, ugye, akik megtalálták a keskeny útat, támadások érik,
Megkérdik őket, hogy te miért nem akarsz úgy élni? Miért akarsz te különb lenni, mint mi? Nem akarsz te hozzánk tartozni, közénk tartozni? Nem akarsz úgy gondolkodni, hogy mi? Nem akarsz te már hinni a hiába valóságban? Nem akarsz már többé hinni a pénzért való dolgozásban, a gyűjtögetésben, a harácsolásban, a divathullámokban, az amerikai filmekben? Tehát a világ számon kéri azokat a személyeket, akik Isten kegyelméből meglátták az élet keskeny útját. És ezek a szellemi harcok. De, mint mondtam, szeretném hangsúlyozni, hogy vannak nagyon durva visszaélések az álmokkal, meg a látásokkal. Nagyon sokan babonásan értelmezik azokat. És úgy jön ki az egész, mintha Isten egy gyámoltalan kis kölyök volna, aki szaladna elől valahol ott a gyúton, utána szaladna Jézus, utána meg szaladnak az igazság ismerői, és utánuk az ördög, meg az ördögök, meg a démonok kergetik őket. Ne, de ez butaság, ez hülyeség. Elnézést a kifejezésért. Ez nem így működik a valóságban. Tudni kell azt, hogy a valóságban, aki az igazságot megismerte, nem kell féljen semmitől. Az ég adta világon semmitől nem kell féljen. Jézus a legfőbb bizonyságtevő arról, hogy mi a valóság. A valóság az, hogy az ember nem kell féltse semmiét. Nem kell ő semmit sem birtokoljon, mert mindent megkap, amire igazán szüksége van. És aki igazán igazságban akar járni, még a testét is elengedi. Mert nem ez az igazi élet, nem a fizikai testnek az élete az élet. Azért engedte ő, hogy megöljék, keresztre feszítsék, megkínozzák, meggyalázzák, hogy ezáltal ő bizonságot tegyen arról, hogy valóban van örök élet. Ő nem fél attól, hogy most akkor meg fogják őt ölnie. Persze, hát amúgy is meghal mindenki meg fog halni. De nem mindegy az, hogy valaki, hogy az ember hogyan hal meg. Milyen lelki minőséget visz magával a túlvilágra. Ez, ami nem mindegy. Vannak olyan, nem is jó erről beszélni. Megmondom őszintén, hogy olyan nehéz szívvel beszélek erről. De megemlítem, hogy aki ezt hallja, tudja, hogy létezik a jelenség. Létezik a jelenség, és könnyen beleesett az ember a csapdába. Különböző vallások, felekezetek csapdájába. Hát ő beleesett a csapdába. Közben. Könnyen beleesett a csapdába, a vallások, vallási felekezetek csapdájába, ahol tényleg az egész mozgalmat, az egész rendszert, az egész szervezetet arra építik fel, hogy látomások, meg látások, meg az angyalok, az ördög, kardoztak, meg kergették egymást. Drága barátaim, ez őrültség. Nincs semmiféle kergetőzés az ördöggel. Aki ismeri valamennyire az írást, a Bibliát, tudja azt, hogy még a sátán is, vagy a sötétség munkásai is Istennek az engedelmével dolgoznak. Saul királyt megkísértette egy gonosz lélek, egy gonosz lelki állapot, mondjam azt, egy gonosz szellemiség. De miért? Azért, mert Isten engedte. Azt mondja Károly Gáspár, hogy Isten egy gonosz szellemet bocsátott rá. Tehát Isten engedte meg, hogy egy gonosz szellemiség kísértse őt, gyötörje őt, hogy Saul azáltal szembesüljön azzal, hogy ő engedetlen volt, hogy ő elfordult az élet Istenétől. Drága barátaim, ez a lényege. Nem úgy van, hogy valaki megtér, csak ottan kerettegjen az ördögtől, kell ottan futkorászon balra-jobbra, mindenfelé. Mert kelgeti őt az ördög, ugye? Folyton. És folyton háborúzik, és folyton támadás alatt van. Nincsen semmiféle támadás. A támadás, hogy igazából nem abban áll, hogy ilyen különböző szellemek jönnek, gyötörnek, és belénk költöznek, és kiköltöznek belőlünk.
Nem ez a támadás. A támadás az, a harc abban áll, hogy miután az ember megismerte a valóságot, Isten igazát megismerte, a Krisztus által kijelentett igazságot megismerte, ő továbbra is a világban kell maradjon. És a világiak mind azt akarják neki sugallni, hogy hazugság, amit ő megismert, és csalogatja a világnak a szellemisége, csalogatja vissza őt, ugye a világba, gyere vissza, gyere nyugodtan, piáljunk, bulizzunk, ne foglalkozunk Isten dolgaival. De ez nem egy olyan támadás, mint ahogy a mesékben látjuk ott a sárkánnyal, meg a herceggel, meg a királylánnyal. Nem ilyen támadásról van szó, hanem egyszerűen arról van szó, hogy az ember el kell döntse, hogy miben hisz. Abban hisz, amit ő meglátott a lélek által, Istennek a jelenlétében, vagy pedig abban hisz, amit ő fizikai szemeivel lát. És sokszor ugye az ember megkísértetik a fizikai szemei látványa által. És ezt kapják meg ugye vízióban, látomásokban egyes emberek, egyes személyek, ugye álmokban is, hogy jönnek az angyalok, meg harcolnak az ő lelkét, meg ilyenek. Valójában ez történik. Igenis fontos lefordítani az álmokat is, mert azok is nyelveken szólások, képes beszéd, a látásokat, az álmokat, igenis fontos lefordítani arra a nyelvre, ami érthető, mint ahogy Jézus is megtette. Elmondta Isten országát, az ő tervét, Istennek a tervét, példabeszédekkel, de ugyanakkor lefordította azt az apostolok számára, megmagyarázta azt az apostolok számára. Mert hogyha nem magyarázta volna meg, akkor az apostolok úgy jártak volna a talentumokkal, példázatával, hogy jaj, hát pénzét kell dolgozni, és be kell fektetni a pénzt, mit tudom én mi. Nagyon sok ember, nagyon sok keresztény ember még mindig azt hiszi, hogy Jézus arról beszélt, hogy pénzét kell dolgozni, és a pénzt jól kell ugye használni, be kell fektetni, kell szaporítani, és így tovább. Miért? Azért, mert nem értették meg a lényeget. Sokan megkapják az álmot, megkapják a látásokat, de nem kapják meg hozzá az értést. Mire való az egyház? Mire való, mondjam azt, a testvéri közösség Krisztusban? Az arra való, hogy mindenki megossza azt, amit kapott. Kitegye a közösbe, és közösen megértést kapjanak. Az álmokat illetően, a látásokat illetően, egyaránt. Mert ez a lényeg, drága barátaim, hogy az álmokat, a képeket, amiket látunk álmainkban, azokat megértsük, ne vegyük azt úgy szó szerint, mint a mesékben, mint a sárkányos, meg a herceges, meg hercegnős mesékben. Ezek is jelképek, amelyek által, amelyek révén Isten rávilágít a lényegre, de a lényeg a képeken túl van. A lényeget nem lehet emberi szavakba szűnni, emberi képekben. Ezért mondta a próféta, hogy amit emberi fül nem hallott, emberi szem nem látott, emberi szív föl nem foghatott, azt készítette elő az Úristen az ő gyermekei számára, az igazságot kereső, az igazságot szerető emberek számára. Tehát álmokban sem lehet meglátni, úgy igazából. Amit álmokban lát az ember, különböző szellemi harcok meg társai, az is csak képek. Képek, amelyek valamelyest rávilágítanak a lényegre. Azt nem szó szerint kell érteni, és főképp, aki látásokat lát, itt ezt hangsúlyozom. Ha netán te látásokat látsz, képeket látsz, álmokat látsz, és azok téged félelembe visznek, teljesen biztos, hogy be vagy csapva, az igazságot nem ismerted meg, nem érted a lényeget még mindig.
és hogy a látások, a képek, ugye a különböző démoni látások, meg angyali látások, meg minden, azok a terhedre vannak, nem használnak neked, hanem ellenkezőleg a terhedre vannak, megrontanak téged. És sajnos láttam, találkoztam el a jelenséggel, sokan megzakkantak a látásoktól, mert belementek a babonákba, megkapták a képeket így vagy úgy, nem tudom, különböző külső hatásokra, az emberek kezdtek képeket kapni, álmokat kapni, de nem kapták meg a megértést, a lényegi látást, és megzakkantak. Folyton démonokkal, meg ördögökkel harcoltak, sokan így zavarodtak meg, így kerültek be a Dili házba. A kereszténységből a Dili házba. Egyenesen a Dili házba. Miért? Azért, drága barátaim, mert egy bizonyos jóindulatú pásztor engedte, hogy ők a babonákban maradjanak. Nem arra biztatta őket, hogy ismerjék meg személyesen Krisztust, olvassák azt az evangéliumot, ott van, tiszta, ingyen, bárhol megtalálható, bárhol itt letölthető, és mindenki megérti a lényeget. Nem az a mi dolgunk, hogy mi folyton kungfuzunk az ördögökkel, a démonokkal. Jézus nem erre hívott el bennünket. Ezért fontos az evangéliumot megismerni. Ő azt mondta, hogy ne álljatok ellene a gonosznak, aki titeket arcul üt, fordítsátok oda neki a másik felét is, üsse meg azt is. Nem az a mi dolgunk, hogy kungfuzzunk az ördögökkel, a démonokkal, folyton kergetőzünk. Isten gyermekinek nem kell kergetőzni a démonokkal. Ő nem kell sehova sem meneküljön, mert ő már meg van váltva, meg van mentve az igazság által. Milyen igazság által? Jézus ajkai által kijelentett igazság által, drága barátaim. A Jézus ajkai által kijelentett igazság által. Ha azt valaki nem ismeri, és úgy kapja az álmokat, a látásokat folyton, előbb-utóbb meg fog zakkanni. Teljesen biztos. A kereszténységből egyenesen vonulhat be a Dili házba. Mert kapta a látásokat különböző külső hatásra, ugye? De a lényeget nem értette meg, és megzakkant, folyton ördögökkel, meg démonokkal küszködik. Jézus nem erre hívott minket, hanem arra hívott, hogy ismerjük meg az ő beszédét. Fogjunk neki, kezdjük megcselekedni azt, és óriási erő lesz abban, óriási örömünk lesz abban. Ennyi az egész. És miközben cselekedjük azt, amit ő nekünk mondott, felszínre kerül az igazság, és az igazság megszabadít bennünket. Ezért volt már több felvétel arról, hogy Hollywood Jézusa nem létezik. A Hollywood démonai, a Hollywood ördögei nem léteznek. A legtöbb embernek a látomásai és az álmai sajnos sok esetben a Hollywoodi démonoktól származnak. Amit az ember bevitt a különböző filmekből, a különböző hamis keresztény gyülekezetekből, betáplált az ő elméjébe, azt látja ő álmában, és ehhez nem társul értelem, és annak a személynek annyi, az meg fog zakkanni, teljesen biztos. Egyúttal akkor arról is lehet beszélni nyilván, hogy hogyan kerülheti el az ember azt, hogy megzakkanjon. Nagyon egyszerű, úgy, ahogy Jézus mondta, nem úgy, ahogy én mondom, ahogy Jézus mondta, úgy kerülheti az ember, hogy megzakkanjon, hogy megismeri Jézust. Jézus ugye őt ugye eltemették és felment a mennyben, de Krisztus itt maradt, az ő lelke itt maradt, a Szentlélek itt maradt. De hogyha megismerjük a Jézus tanításait, elkezdjük cselekedni azt, azáltal közösségünk van a Szentlélekkel. És az elvezet bennünket minden igazságra. És nem kell kergetőzünk a démonokkal folyton. Nem kell harcoljunk. És nem fogunk arról beszélni, jaj, milyen támadás ért engem, és a démonok megtámadtak. Semmilyen démon nem támad meg. Senkit. Csak az embernek az emberi kívánságai folyton, aki
elindul az igazság útján, de visszatekint a világra, folyton vissza-vissza kívánkozik a világba. És akkor azt mondja, hogy a démonok megtámadták őt. Az igazság az, hogy sokszor egy hajszál választja el a valóságot a babonáktól, a meséktől. Aval a különbséggel, az a különbség, hogy a valóság, ugye az igazságnak az ismerete az embert felszabadítja. Szabaddá teszi őt. Mit jelent, hogy szabad? Azt jelenti, hogy nincs neki félelme, nem tolja össze magát mindentől. Minden álomtól, minden látástól, minden látomástól. Aki viszont a babonákban van, sajnos azokkal megtörténik az, hogy folyton ilyen támadásokat kapnak, ilyen démoni támadásokat kapnak, úgynevezett démoni támadásokat kapnak, és folyton menekülnek, és folyton harcolnak, és folyton háborúznak. Jézus nem erről beszélt. Ő arról beszélt, hogyha megtartjuk az ő beszédét, amit megismertünk, ha megismertük egyáltalán, megtartjuk az ő beszédét, és miközben megtartjuk az ő beszédét, mi kapjuk folyton a kijelentéseket, Istentől, a megértéseket, az igazságot, és az igazság szabaddá tesz bennünket. A szabad ember nem fél, a szabad embernek nincsenek félelmei, nincsen neki pánikrohama, meg üldözési mániája folyton. Mert ő szabad, az igazság által fel van szabadítva. Tudja azt, hogy a következő órában is meglőhetik őt, mert őt nem lehet elpusztítani. Neki örök élete van, mert ő lélek. És Isten kegyelme által megigazult ő. Igazságban jár. Mondanám azt, hogy osszátok meg ezt a videót embertársaitokkal, mert sokan vannak, akik be vannak csapva, meg vannak tévesztve különböző hamis emberi doktrinák által. Sokan vannak, akik üldözési mániában szenvednek, akik menekülnek folyton, ugye, valami elől, ördögök elől, démonok elől. Teljesen biztos, drága barátaim, hogy aki megismerte az igazságot, a Krisztus által kijelentett igazságot, nem kell meneküljön. Na de nem várom el senkitől sem, hogy megoszta ezt a videót. Inkább arra bátorítok mindenkit, hogy aki érti ennek a lényegét, az ossza meg a barátaival azt az értést, azt a látást, amit ő kapott. Ha valaki úgy gondolja, hogy azzal segít az embertársainak, aki be vannak csapva különböző iskolák által, különböző doktrinák által, hogy megosztja ezt a videót velük, tegye azt, ossza meg ezt a videót. De viszont én teljes szívemből azt kívánom, hogy mindenek előtt és mindenek fölött ne a videó megosztásával, vagy ne csak a videó megosztásával próbáljunk segíteni embertársainkon, hanem az igazság megosztásával, az igazság megismerésével és annak megosztásával, drága barátaim. Igazából azt szeretném én is ezzel a videóval elérni, hogy minél több ember megismerje az igazságot, hogy alkalmassá váljon arra, hogy személyesen tudjon segíteni az embertársainak. Hogyha ez még nincsen meg benned, a te elmédben, a te szívedben, akkor oszd meg ezt a videót. Mutasd meg azoknak, akik belementek a villástan folyamokba. Meg vannak kötözve. Álmokat látnak, látomásokat látnak, és szenvednek, gyötrődnek, félnek, félelemben vannak. Oszd meg velük. Hát, ha segíteni fog rajtuk. Nem biztos, de hát, ha fog segíteni rajtuk. De aki ezt a videót megnézi, annak ugye tudnia kell, hogy a megoldás nem én vagyok, aki ezeket a szavakat mondom, hanem a megoldás az, amitől én is megkaptam a megoldást, és az nem más,
mint a Krisztus Jézusnak a tudománya. Nem csupán a neve, nem elég az ő nevét így babonásan ismételgetni össze-vissza, hanem ő megmutatta, ő elmondta, az életével megmutatta, a szavaival elmondta, megtanította a lényeget, hogy ne menjünk bele a babonákba, ne maradjunk benne a babonákban, hogy teljes szabadulást nyerjünk az igazság ismeretében és az igazság cselekvésében, drága barátaim. Tehát ő az út, az igazság és az élet. Nem az ő nevének a babonás ismételgetése, meg a hipnózisos dicsőítés, ami történik a vallásos kereszténységben, hanem a közösség vele, Krisztussal, az ő élő valóságával, az ő élő tudományával, bölcsességével. Mert akinek van közössége azzal, aki megismerte és megcselekedte azt, egy olyan ember számára a látomások, a látások és az álmok egyaránt javára válnak. Viszont egy olyan ember számára, aki nem ismerte meg a bölcsességet, nem ismerte meg az ő szavait, az ő kijelentéseit, nem cselekedte azt meg, az olyan emberek számára a látomások, a látások, az álmok rombolók, nagyon rombolók tudnak lenni. Megnyomorítják, sőt, még akár az öngyilkosságba is kergethetik őt. Őszintén bízom abban, hogy valaki, legalább egy személy megértette ezt a kiáltó szót, és fel tudja azt használni, hogy szabadulást nyerjen a világ börtönéből, a világ hazugságaitól. Isten áldjon mindenkit, sziasztok!